hogy is mondjam, ha kiállsz magadért, akkor nem lehet baj hosszú távon. Ez egy ilyen fura dolog, nehéz erről beszélni, mert nem akarok spoilerezni, hogy mi minden fog ebben a történetben ezzel az Eszterrel lenni, vagy történni, de az, hogy ő egy nagyon-nagyon bátor nő, aki minden tépelődését végigjárja, és nem spórolja meg a nehéz pillanatokat, és tényleg mindenkiért, mindenkinek a legjobbat akarja, az gyerekeinek, az anyósának, a volt férjének, a tényleg mindenkinek, de néha meg kell hozni olyan döntéseket, ami nem népszerű a családjában, meg a baráti körében, és hogy meghozza ezeket, és beleáll a saját kis meccseibe, és ezek miatt picit példakép az érő nekem is, és remélem, hogy a nézőknek is. Nagyon sok közös van bennünk szerintem, anélkül, hogy nekem lennének unokáim, mert bármikor megvédeném őket, és a fiam, és mindenkit. Mondjuk azt, hogy inkább tanulhatnék, mert hogy nem merek olyan bátor és őszinte lenni, mint amilyen ő, sokszor bántó. Mi azért másképp szocializálódtunk már, mi felnőttek mondjuk így, mert Júlia szerintem sokszor úgy viselkedik, mint egy gyerek, aki abszolút kendőzetlenül mondja azt, amit gondol. Tehát, hogy mi már nem vagyunk ilyenek, mi azért egy csomó szűrőn átengedjük a gondolatunkat, mielőtt kimondjuk. Nehogy megbántsunk, nehogy rossz pozícióba kerüljünk, stb. De ő nem ilyen. És mégis sikeres. Úgyhogy valószínűleg azért lehet benne valami, hogy ez működhet. Úgy szeretnék néha, azt hiszem, hogy bátrabb lenni, olyan, mint ő.